Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Oraculum in annum. Ez egy éves kirakás, ahol megtekintjük azt, hogy mi történik 2024-ben. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra lehetőség, hogy kérd tőlem ezt az évi jóslást, hogy tudjad azt, hogy mi vár rád 2024-ben, a díjam az 20.000 forint. És most indítunk január hónappal. 2024. január. Hogy mi történik januárban, az itt látható ezen a soron. Az a fontos, hogy legyen meg a belső nyugalmad. Ne siessd el a dolgokat. Tervezz valamit. Ez a szent kép itt a háttérben utal a terveidre, az álmaidra, az elképzeléseidre, és próbáld ezt meg belül erősíteni, hogy ez a terv idén megvalósul. Ne siessd el a dolgokat, az itt is látható, és a következő kártyán is, hanem szimbolikusan vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ügyelj az anyagiakra, gondolj el azon, hogy hogy érzed magad a munkahelyen, hogy ez a munkahely értékes-e számodra, igen vagy sem, de légy tisztába a saját értékeiddel is. Itt ez a gyermek utalhat a gyermekekre, itt megvan a nyitottság, a közeledés, lehet érzelmekről beszélni, de a gyermek jelenthet egy új kezdetet is, nem csak a munkahelyet illetően, hiszen az arany érem jelentheti a munkát, az is lehet, hogy itt lesz egy új kezdet, de a párkapcsolatban is, hiszen itt a kelyhek jelennek meg, és azok az érzelmekre utalnak. Tehát mindkét területen lesz egy új irány, lesznek változások, sőt, ez a kártya lehet egy új találkozás, ismerettség is. Az a fontos, hogy légy kicsit türelmes, és ne siessd el a dolgokat. Ez a kehely, ez a te belső forrásod. Ez lehet az intuíció, az inspiráció, vagy egy tanács, hogy hallgass a belső hangodra. Itt valaki érzelmekkel fog közeledni hozzád, és ez a lecke. Ez a kép mutatja azt, hogy mit kell januárban tanulnunk. Itt lesz egy lehetőség, egy ajánlat, vagy egy közeledés, te vedd ezt észre. Élj a lehetőségekkel. Február az itt látható ebben a sorban. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és a nap jelenti a fellépésedet, a kisugárzásodat. A többi képek utalnak a férfiakra is. Itt az a fontos, hogy észrevegyük ezt a szent képet a háttérben. Mert itt minden rendben van. Az anyagiakat illetően, a munkát, a hivatást illetően, vagy mindaz, ami értékes, azt a birtokunkba tudjuk venni. Ha észrevesszük a szent képet a háttérben. De ha lefele tekintünk, és nem figyelünk erre oda, és itt vannak még sebzett emlékek a múltból, vannak félelmek, hogy valamit elveszítesz, a pénzt, a munkát, vagy valakit, aki értékes számodra, akkor ez a kép azt jelenti, hogy botladozunk. Tehát nem a negatív dolgokra kell odafigyelni, hanem a jövőre
hiszen itt ez kiépíthető. Februárban sok lesz a munkád, szorgalmas vagy, az is lehet, hogy a párod dolgozik sokat, előfordulhat, hogy kevesebb az ideje rád. Itt vannak kihívások. Ez lehet a munkahelyi helyzet, vagy egy bírósági ügy. Ez a kártya azt közli veled, hogy itt nyerni fogsz. És mi a lecke februárban? Arra utal itt ez a kép. Itt az érmék jelentik a munkahelyet, vagy mindaz, ami értékes számodra. Itt tulajdonképpen te már kiépítettél valamit, és ez egy mesteri alkotás. Mások ezt látják, észreveszik, sőt, kíváncsiak, hogy mit, hogyan teszel, de úgy bánnak veled, minthogyha te egy diák lennél. Nem mondják ki azt, hogy milyen értékes vagy, vagy milyen jól dolgozol, hogy mindent rendezel körülötted. Tehát ne arra figyelj oda, hogy ki hogy vélekedik, hanem légy magabiztos. Ez a lecke. Március hónap az itt látható. A férfiak állnak a középpontban, és szeretnének egy szép párkapcsolatot. Szerencse lesz a szerelmi élet területén, hiszen a varázsló mutatja azt, itt megvan ez a varázslatos kisugárzás, ez a varázslatos vonzalom. Akár férfi vagy, akár nő, vedd kezedbe ezt a botot, figyelj oda rá, mi az, ami lelkesít téged. Légy bátor, és ez lehet egy új kezdet számodra. Itt meg lesznek a megújulások, ez olyan, mint egy újjászületés. A lecke, az itt látható. Ne vacillá, hogy tegyem, vagy ne tegyem erre, vagy arra, hanem hoz fontos döntéseket, azt, ami értékes számodra. Április az itt látható. A fa jelenti, hogy mennyire fontos, hogy elfoglaljuk a helyünket az életben, ahol le tudunk gyökerezni. És itt az uralkodó jelenti, ez sikerülni fog, mert uralkodunk a helyzet felett. A fának van gyógyító ereje is. Ha valaki beteg a családban, itt lesz gyógyulás. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, akkor uralkodj és légy magabiztos. Ez a helyed, ahol le tudsz gyökerezni. Itt vannak azért még kihívások. Ez lehet valaki a múltból, hiszen ez a kártya jelenti a múltat, vagy esetleg valaki visszatér a múltból, de nem jó szándékkal közeledik. És a torony az jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Az is lehet, hogy valaki megpróbál uralkodni feletted. Ez most egy kihívás. És a lecke az, hogy figyeljünk oda ezekre a dolgokra is, és uralkodjunk a helyzet felett. Május hónap az itt látható. Itt is látható a mozgás, itt is látható a mozgás. Itt lassabban, itt gyorsabban. Amire oda kellene figyelni, az az arany érem, az anyagiak, a munka, a hivatás, az értékek, és hogy foglaljuk el ezt a trónt. Még valamit meg kell nézni, odafigyelni rá, átvizsgálni, tehát a képek azt jelentik, hogy nem jó, ha elsietjük most a dolgokat. Itt látható ez a királynő és ez a király. Itt megvan a kapcsolat köztetek, király-királynő. Ez lehet a párkapcsolat, nő és a férfi. Mi hölgyek fontos döntéseket fogunk hozni, és beszélni akarunk bizonyos dolgokról.
Ez lehet az anyagi helyzet, ez lehet a munka, vagy a hivatás is. A férfiak odafigyelnek az érzelmekre, kimutatják az érzelmeket. Ami fontos, hiszen ez a lecke, hogy észrevegyük ezt a szerencsét, mert itt van egy szerencsés fordulat, de nem szabad elsietni a dolgokat. Június hónap az itt látható. Ez a királynő bennünket, hölgyeket szimbolizál. Kezünkbe vesszük a dolgokat. Lesz egy új irány, lesznek változások, ami itt is látható. És olyan területre figyelünk oda, ami lelkesít bennünket. Ami a férfiakat illeti, az előfordulhat, hogy ők most hibáznak. Hiszen odafigyelnek erre a feldíszített bokorra, olyan, mint egy karácsonyfa. És ezek az arany érmék jelentik mások értékeit. És ő úgy gondolja, hogy mások értékesebbek, több szerencséjük van, mint neki, és nem veszi észre a saját érméjét, itt van előtte, csak oda kellene rá figyelni, felvenni, és itt látható is kézbe venni. Tudatában lenni annak, hogy ő is értékes. Ő is tud itt nyújtani valamit. Ez a férfiakra vonatkozik. És akkor itt lesznek változások, egy új irány, és meg lesz az erő. Ez az erő jelentheti a belső erőt is, a hitet, hogy mindez úgy alakul, ahogy mi azt elképzeljük, és fontos az, hogy lássuk a lehetőségeket, hiszen értékesek vagyunk ahhoz, hogy ezt megkapjuk. A lecke az itt a hold. Ez jelenti az éjszakát, az álmokat, hogy figyeljünk oda arra, hogy meglegyen a nyugalom, és ki tudjuk pihenni magunkat. A hold jelenthet anyai témákat is, vagy az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. A lecke az, hogy ebben hitjünk, ez legyen a belső erő, és hogy tudjunk erről beszélni. Július hónap az itt látható. Itt még vannak sebzett emlékek a múltból. Itt érzelmekről van szó, és a korlátozásokról. Hogy emiatt kicsit visszahúzódóak vagyunk, nem merjük kimondani az érzelmeket. Lehet, hogy nem téged érint, hanem a társadat, vagy a társnődet, és te furcsállod ezt a helyzetet, miért olyan visszahúzódó, és úgy gondolod, hogy ez rajtad múlik. Nem biztos, hogy így van, mert ezek lehetnek emlékek a múltból is. De legyen meg a bizalom, hogy itt van ez a főpapnő is segít. Beleavatkozik a sorsotokba. És minden úgy lesz, ahogy a sors könyvében ez meg van írva. A férfiak kimutatják majd itt a bátorságukat. Lehet, hogy még visszahúzódóak. Persze, itt ez a két kártya, az eremit és a főpapnő, jelenthet egy spirituális területet is. A lecke az, hogy akár sebzett érzelmekről van szó, akár a sors utakról, akár egy spirituális területről, az a fontos, hogy ezt meg kell beszélni. Itt fontos a kommunikáció. Augusztus hónap az itt látható. Ez a ház. Jelentheti a te otthonodat, vagy az övéd, vagy a környezetet, vagy a családot. Itt megvan a jólét, de a 9-es szám azért még jelent korlátozásokat, hiszen itt van egy szűkös helyzet, amiből ki kell lépni. Ez jóra fordul, hiszen a koporsó lezárja a szűkös helyzetet, változik a helyzet, és a 9-es számból a 10-es szám lesz, ami jelent egy új kezdetet,
és itt minden rendben van. Az otthonodat illetően, a családot illetően is. Az is lehet, hogy van egy társad, vagy egy társnőd, és ez az illető még házasságban van. Akkor ez a ház jelentheti a házasságát, ahol szűkös helyzet van, itt látható a korlátozást, és ez a nő vagy ez a férfi kilép ebből a helyzetből. Ami a lecke, hogy legyen meg az életerő, és a belső erő, ez a hit is, hogy itt lesz egy fordulat. Szeptember hónap az itt látható. Vannak sebzett emlékek, vagy lehet, hogy valaki megbántott téged. Itt van egy nehéz helyzet, amikor úgy érzed, nem tudsz felállni. Pedig nagyon fontos az, hogy befele tekints, legyen meg a hited. Itt van ez a főpap, aki azt mutatja, legyen meg a hited, hogy fel tudsz állni. Legyen meg ez az akaratod. De nem kell még lépni, hanem tekints befele, meditálj valami feled. Itt látható a múlt, ahol vannak a könnyek, de ettől elbúcsúzol, és itt van a jövő, a hátad mögött. Még nem látod ugyan, de mégis a főpap közli veled, higgy ebben, van egy szép jövő, egy szép párkapcsolat érzelmekkel. Vagy jelenthetnek anyagi dolgokat is, hiszen itt a pénzkártyája is megjelenik. Jó szerződések, hogy lesz bevétel. A lecke az, hogy ügyelj a kapcsolataitra. Ki mivel bántott meg téged? Ezeket a kapcsolatokat le tudod zárni, és gondolkodj el azon, hogy ki értékes számodra, hiszen segít neked. Ápolt ezeket a kapcsolatokat. Október hónapban még ugyanezek a témák vannak, tekints a mélybe. Vizsgáld ezt át, ki bántott meg téged, és miért? Itt a kasza el tudja vágni ezeket az emlékeket, vagy kapcsolatokat, és ha ezt le tudod zárni, akkor itt a csillagok neked szerencsét hoznak. Itt látható ez a királynő, és uralkodik az érzelmek felett. Utal ránk hölgyekre, vagy ha egy férfi vagy, akkor itt van a környezetedben ez a királynő, aki érzelmekkel közeledik hozzád, vagy vár arra, hogy te közeledj, de akkor is ki fogja mutatni az érzelmeit, hiszen uralkodik az érzelmek felett. A lecke az, hogy itt van több lehetőség, de válasz ki egyet ezekből. Koncentrálj arra, ami fontos. Ez a kártya lehet külföldi kapcsolat, utazás is. November hónap az itt látható. Itt is megjelenik az egész világ. Ez lehet internet kapcsolat, ez lehet külföldi kapcsolat vagy utazás. Itt van közeledés, és érzelmekről van szó. Itt látható a királynő. Ez utalhat ránk, hölgyekre, hogy elfoglaljuk a helyünket az életben, ami értékes számunkra. Mivel itt az érméről, tehát anyagiakról is szó van, ez lehet egy munkahelyi változás. Ebben az esetben ez a kártya utalhat szerződésekre is, de a szerelemre is, hiszen érzelmekről van szó. Lesznek lehetőségek. Itt vannak tervek. Legyen meg a könnyűség, de ne a könnyelműség, mert akkor lezuhansz a mélybe. Inkább bízd a sorsodat a sors kerekére, hogy minden úgy magától alakul. A lecke az a türelem. Erre utal ez a horgony.
hiszen fontos az, hogy legyen meg egy talaj a lábad alatt, ahol le tudsz horgonyozni. Ez nem ez a kép, ez a kép segíthet ezt a könnyűséget élni, de mint említettem, nem szabad könnyelműnek lenni, mert akkor elveszíted a talajt a lábad alatt, és pontosan ez a lecke, hogy legyen meg egy stabil anyagi helyzet, vagy egy stabil munkahely, vagy egy stabil párkapcsolat, ahol le tudsz horgonyozni. December hónap az itt látható. A 10-es szám jelent egy új kezdetet. Indul egy új periódus az életedben. Itt megvan a vidámság, a szeretet, a szerelem. Sőt, a szerelem itt újra látható. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot, és nyisd ki ezt a kaput. Légy nyitott erre a párkapcsolatra. A könyv az jelentheti még a zárkózottságot, te utal tudásra vagy tanulásra is. Az is lehet, hogy írsz egy könyvet, és ezt szeretnéd a nyilvánosságon megjelentetni. Itt lesznek változások, a lecke az, hogy jó úton haladjunk, hogy jó és okos döntéseket hozzunk. És itt tanulunk valamit, ez lehet iskolázás is, és látható a szerencse a családban, a párkapcsolatban. És ez volt az évi jóslás 2024-re. Kívánok egy szép évet békében, szeretetben, legyen sok szerencsétek 2024-ben. Szeretettel, Dendera!